Közép-Kelet-Európa számos országához hasonlóan Magyarországon is hatalmas problémát jelentenek a gazdaságilag leszakadó régiókat folytogató társadalmi folyamatok. Az ördögi kör, amely sokkal többet jelent puszta munkanélküliségnél. Ahol a munkabecsülete nélkül maradnak tömegek, oda beköltözik a szegénység. Családok és közösségek hullanak szét. Olyan lavina, amely végül maga alá temet iskolát, falut, reményt, jövőt. Európa szerte számtalan jó szándékú ember és szervezet keresi a hatékony választ erre a nyomasztó jelenségre. Az egyik megoldást azok az úgynevezett társadalmi vállalkozások jelenthetik, amelyek klasszikus gazdasági tevékenységet folytatnak ugyan, de közel sem csak a számok nyelvén értenek. A profitot itt nem pénzben mérik, hanem a munkalehetőségeken keresztül biztosított közösségi és társadalmi hasznosságban. Ezeknek a vállalkozásoknak a megerősítését célozza Közép-Európa szerte a Sentinel program. Magyarország legnagyobb és szociális területen talán legavatottabb civil szervezete, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat mindig is hatalmas energiákat fordított ezekre a reményvesztett térségekre és a hasonló problémákban érintett társadalmi csoportokra. Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat 30 éve alakult meg. Az egyik első társadalmi szervezet volt az országban, és alapvetően karitatív tevékenységeknek a kezdeményezésével indult, azoknak a megvalósításával néhány önkéntessel. Jelenleg az elmúlt 30 évben eljutottunk odáig, hogy több száz szociális intézményt tartunk fönn, több mint 300-at. 2016-ban elkezdtünk tervezni egy projektet, akkor még csak azt láttuk, hogy lehetőségünk van arra, hogy az Európai Uniónál egy interreges kezdeményezés keretén belül megpályázunk egy megfelelő támogatást ahhoz, hogy a társadalmi vállalkozásokat valahogy önfejleszthessük. Így lelt méltó európai szövetségesekre a szeretett szolgálat ebben a harcban. Hiszen a közép-európai társadalmi vállalkozások támogatását célzó Sentinel projekt keretein belül cseh, lengyel, szlovén, olasz és német szervezetekkel együtt szoros együttműködésben munkálkodhatnak a kitörési pontok felkutatásában. Ezt a programot a Máltai Szeretett Szolgálat irányítja, de több partner is részt vesz benne. Mindegyik partnernek megvannak a saját feladatai, ugyanakkor vannak közös feladataink is, ezért érdekes ez a program, mivel vannak olyan fix találkozási pontok, amikor garantáltan mindannyian együtt vagyunk, ahol megbeszéljük a közös feladatainkat, beszámolunk az elvégzett feladatokról, és megtervezzük a következő lépéseket, aztán mindenki hazamegy, és folytatja a programot. Azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül mondjuk a segélyezés, vagy az adományozás, vagy a mindennapi támogatás módszereivel kell a leszakadó térségeket, a hátrányos helyzetű embereket támogatni, hanem inkább munkalehetőségek felkutatásával, vagy adott esetben megteremtésével. Éppen ezért a szeretett szolgálat évek óta részt vesz, akár tagként, akár alapítóként társadalmi vállalkozásokban. De mik is ezek a társadalmi vállalkozások? Ezek a közjóért létrejött vállalkozások valamilyen társadalmi célt próbálnak megvalósítani, és valamilyen társadalmi hatásuk is van. Tehát rászoruló embereknek, vagy valami közjó érdekében történő célnak megfelelően ér el valamilyen hatást. Például vannak olyan társadalmi vállalkozások, amiknek a szolgáltatása maga az, hogy fölkészíti az embereket a foglalkoztatásra. Vagy bevonja őket olyan tevékenységbe, ami segíti őket ahhoz, hogy a közösségi életből ne essenek ki, és egyben maradjanak családok például. Ezek termelő szolgáltató tevékenységek, nagyon egyszerű mezőgazdasági tevékenységekre történő felkészítések, vagy egyszerű termelő tevékenységek, például élelmiszerfeldolgozási tevékenységek. Hát nagyon széles a paletta, amiben ezek a vállalkozások dolgoznak. Az nagyon fontos, hogy aki ezeknek a termékét megvásárolja, nem egy könyöradományt ad, vagy nem feltétlenül adományoz, sőt egyáltalán nem, hiszen nagyon minőségi terméket állítanak elő ezek a vállalkozások. Tehát akik ezeket megvásárolják,
két fontos dolgot kapnak. Egyrészt segítenek egy jó célt szolgáló vállalkozásnak talpon maradni, másrészt pedig ők egy értékes, magas minőségű termékhez jutnak. A programban résztvevő vállalkozások nem csak a legkülönbözőbb szakterületeket fedik le, a bútoripartól a vendéglátásig, az elektronikai bontóüzemtől a mezőgazdasági feldolgozóiparig, de Magyarország elmaradottabb térségeit is jól reprezentálják, kiváló mintát szolgáltatva az alapos módszertani munkához. Alkalmazó kutatásokat végzünk, például megnézzük, hogy az egyes országokban, itt Magyarországon hány olyan vállalkozás van, amelyikre azt mondhatjuk, hogy ezek a közjóért létrejött vállalkozások, és megnézzük, hogy ezek hogyan működnek, mire van szükségük. És ez nagyon fontos, hogy megnézzük a szükségleteiket. Hiszen, hogyha ezek a szervezetek jól működnek, akkor sokkal több ember tudnak foglalkoztatni azok közül, akiket egyébként mások nem nagyon foglalkoztatnak. Ahhoz, hogy a társadalmi vállalkozások sokak számára valóban erős kapaszkodót jelenthessenek, nem szabad elengedni az ő kezüket sem. Ez a Sentinel program legfontosabb célja. Ám a résztvevő szervezetek országonként más és más módszerrel igyekeznek a problémák mélyére nézni, szövetségeseket keresni és támaszt nyújtani ezeknek a vállalkozásoknak. A projektnek van egy átfogó fő célja. A fő cél Magyarországon az, hogy hálózatokat hozzunk létre és erősítsünk meg. A hálózatra azért van szükség, mert ezek a vállalkozások önmagukban nagyon gyengék Magyarországon. Az Európában általában jellemző, hogy ezek a társadalmi vállalkozások sokszor gyengébbek és nehezebben maradnak mint a piacon, mint a for-profit vállalkozások, ugyanis a tevékenység, amit végeznek, azok sokszor kevésbé eredményesek, kisebb hasznot hoznak. Minden országban, ebben a 6 országban, aki részt vesz a Sentinelben, végrehajtunk egy úgynevezett pilot projektet. Ez azt jelenti, hogy minden országban a partner szervezetek valamilyen módszert kipróbálnak, hogy hogyan lehet támogatni, segíteni ezeket a társadalmi vállalkozásokat. Ezek általában mentorálási tevékenységek. A program magyarországi lebonyolításában a szeretetszolgálat fontos partnere, a több évtizedes tapasztalattal rendelkező vállalkozásfejlesztésre szakosodott Connect-team. A mentorálás ebben az értelemben azt jelenti, hogy kiválasztottunk 7 különböző formában működő alapítvány, szociális szövetkezet, non-profit KFT, hazai szervezetet. Egyénileg, tehát szervezetre szabottan is dolgoztunk ezekkel a szervezetekkel, kinek-kinek a saját megoldandó problémái alapján. Több közös workshopot tartottunk, ahol a különböző tipikus fejlesztési területeket vettük végig, illetve hát magának a munkánknak a fókusza is ezeknek a társadalmi vállalkozásoknak az üzleti fejlesztése volt. Itt Magyarországon ez a 7 társadalmi vállalkozás rendszeresen találkozik. Általában tematikus menetrend szerint különböző témákban, mint logisztika, branding, marketing, üzleti tervezés, ezekben a témákban kapnak nagyon fontos információkat azoktól, a szakemberektől, akik ezeket a workshopokat, találkozókat tartják, és itt egész nap együtt dolgoznak. A kapcsolódási pontok azok megvannak, a kapcsolatépítésben viszont ugye sok segítség kell, mert ez egy nagyon időigényes és szisztematikus munka. A projekt végére elértünk oda, hogy sokat tanultak egymástól és tőlünk is ezek a szervezetek, és tulajdonképpen készen állnak arra, hogy a piacon közösen tudjanak fellépni. Olyan együttműködések alakulnak ki, amelyek révén az általunk vezetett vállalkozás is életképesebb lesz. Gyakran járok az üzemekbe, ahol elektronikai használt berendezéseket hasznosítanak, és abból például mondjuk egy ékszert állítanak elő, vagy pólókat nyomnak, vagy valami élelmiszert állítanak elő. Igaz, időnként meg szokták kérdezni, hogy
meddig lesz még meg ez a cég, látják, hogy a gazdaság azért hullámzik, időnként jobban megy, időnként rosszabbul megy, és kíváncsiak a saját jövőjükre is. És az nagyon jó azt mondani, hogy azt tudom mondani, hogy emberek, ez az év ez biztos, tehát ez össze fog már jönni, már most látjuk, de úgy látjuk, hogy hosszabb távon is. Ez nagyon jó érzés. Az emberben azért van egy elköteleződés, társadalmi elköteleződés, de mindenkinek szüksége van sikerekre, és egy jó vállalkozás az nagyon sok sikert biztosít az ember számára, az a sikerélmény biztosít, és arra szükségünk van. A Sentinel program legígéretesebb fenntartható eredménye Magyarországon ez a mára már aktívan működő hálózat, amely alaposan kidolgozott módszertani kézikönyv alapján képes a jövőben újabb és újabb társadalmi vállalkozásoknak közös utat mutatni.